legjobb designer csapat. Párommal közel egy éve megörököltünk egy bebútorozott lakást, aminek a hangulata kicsit sem modern. Inkább olyan 70-80-as évekbeli, azon belül is úgymond unalmas szociál. A lakás egy-két elemét megtartva egy trendi, retro, popártos hangulatú nappalit szeretnénk létrehozni, amiben jól érezzük magunkat. Sajnos nem tudjuk, hogy kezdjünk hozzá. Ebben kérjük segítsetek. Köszi, Szandra! Sziasztok! Sziasztok! Gergely, már vártunk titeket. Sziasztok! Sziasztok! Észrevettem a zeneszobában itt egy ilyen emlékplakettet, ilyen olimpiai emlékplakettet, az micsoda? Édesapám futballozott, és 64-ben Tokióba sikerült a csapattal olimpiai aranyérmet szerezni. Olimpiai bajnok? Kaptunk tőletek egy levelet. El tudnátok mondani, hogy mi volt benne, mi a problémátok a lakással? Az a probléma, hogy ezt idős szülőktől örököltük, és minden adott volt. Elképzelésünk úgy van, de nem tisztázott teljesen, hogy micsoda. És van már valami konkrét elképzelés, hogy milyen stílus szeretnétek, mit szerettek? Meg szeretnénk tartani ezt a retro feelinget, mert hát azért ez húz a szívünk ahhoz. Látom, hogy itt az a tér ketté van osztva, hogy ebédlőt, meg egy nappali rész használjátok azt ebédlőként is? Persze, mert nagyon sok vendég jön hozzánk. És mennyire fűződik hozzátok ez a szekrény, vagy hogy mondjam? Tehát, hogy ezt mindenféleképpen le akarjátok tartani, vagy szeretnétek, hogy ezt átalakítsuk? Mert a könyves polcra gondolsz? Igen, igen. Igazából ezzel a polccal is van az egyik probléma, hogy egy kicsit felemás. Látom, különböző stílusú székek is vannak. Hát ez így maradt itt. Aha, tehát is örököltétek akkor így, onnan. Igen. Na, mindenféleképpen lesznek olyan dolgok, amiket megtartunk. De még nem tudjuk, amelyik az. Szerintem már körülbelül akkor összeállt a kép bennünk, de hogy igazából összeálljon az, hogy ott elvárod, akkor a te feladatod megint, hogy megrajzolod a távrajzot. Oké, akkor ez lenne a következő. Jó, akkor mi meg hagyd meg titeket gondolkodni, akkor meg elmegyünk sétálni. Oké, rendben. Jó. Jó. Szandra és Gergő gyerekkoruk óta ismerik egymást, szó szerint egy telepen nőttek fel, kb. Egy éve házasok. Mint a legtöbb fiatal házaspárnak egy megfelelő mikrokörnyezet kialakítása a legfőbb céljuk. Gergőhöz a sakkozás áll a legközelebb, míg kiskedvese Szandra a legszívesebben olvasással, irogatással tölti szabad idejét. Ami a közös hobbit illeti, imádnak a barátokkal társasjátékozni. Szerintem annyira retro már ez a környezet, ez a poszter még jobban rá is erősít erre, hogy csináljunk ebből valami retrósat. Márkus Róbert, ha nem lakásokat alakít át, akkor rajztanárként tevékenykedik egy általános iskolában. A csapaton belül ő felel az egységes vizualitásért és az apró részletek harmonizálásáért. Tapétázzunk, az annyira jellemző. Hát most baromi jó, hogy retro tapéták vannak, úgyhogy szerintem azt mindenképp kellene. De ne úgy, mint régen, hogy kitapétáztak egy egész szobát ugyanarra, hanem csak jelenjen meg egy-egy sávba ez a tapéta. Alapvetően ami jó benne, az a polc. A polc az jó, és annak valami extrém szint kellene adni. Frendl Norbert a csapat vezető tervezője és összetartó motorja. Hivatásos rend és formabontó, aki nem riad vissza a falbontástól sem. De ma a shoppingolás területén kell többször is helytállnia. Szerintem ne kékre vegyük valami erősebb színre, nem? Frendl Jóska a legkisebb testvérként a csapat művész vénája, aki alapesetben szobrásztanuló. A csapat állandó tagjaként a mai lakásnál a tapétázásból veszi ki a munka legjavát. Na, de jó, hogy megérkeztetek. Már éppen most végeztem, úgyhogy mi is mutatnám, nem tudom, tetszik. Aha. Na, ugye látjátok, hogy hát igen, ez a fekete fal például elég domináns. És itt mi lesz, egy ilyen nagy óra? Igen. Székek, foteleknek ugyanez ez lesz a formájuk? Igen, ugyanilyen forma. Nagyon jó néz ki. Szerinted olyan is jó lesz. Jó lesz? Na, jó. Örülök neki. Egyéb kérdés egyébként, hogy valami, ami nem stimmel, vagy ami nem tetszik? Hát majd így a valóságban. Hogy sikerül. De eddig ez teljesen jól van. Ha ez a színekben és a formákban ezt próbáljátok meg visszaadni, akkor szerintünk ez hát nagyon jó lesz. Ugyanez lesz. Hidd el. Akkor irányban lesz. Jó, hát akkor köszönöm szépen. Akkor megcsináljuk. Jó. Okay. Szerintem ez a lakás, ez egy olyan bútorokkal teli lakás, ahol érezni azt, hogy kb. Olyan
20-25 éve nem nyúltak egyetlen bútorhoz sem. Na most ebből úgy egy olyan modern ruhát csinálni, ami rögtön eszébe jut az embernek, hogyha belép ide, hogy ez ne legyen túlzottan nyomott a tulajdonosoknak, az viszonylag nehéz. Nagyon sok bútort kell kidobni, ehhez viszont meg kell tartani egy-két olyan dolgot, amiből lehet jó csinálni és modernet. Ennél retróbbat nem találunk szerintem. De a mögötte lévő tárcákat. De sokkal jobban mutat. Fekete-fehér, meg színes, és fekete-fehér lesz bent az interiőri. Jó, akkor nézzük meg. Tök jók ezek a tárgyak. Mi kéne nekünk? Valami jó kis retró. Például egy ilyen. Ez tök jó. Szerintem nem túl szimpla. Dehogy is. Szerintem pont az, hogy ne legyen már minden annyira színes. Legyen nem lesz nagyon egyszerű. Minimál? Hát a minimál meg a retro az rokon, úgyhogy simán beleillik. De ha már ez itt van, és azt mondod, hogy szimpla, akkor már rakjuk mellé ezt is. És a kettő együtt az már egy kollekció. De nagyon szép. Hol van az, amit eredetileg néztünk? A kirakatba? Aha. Na látod, ez nem szimpla. Vigyük ezt. Van ezen is pötty. Rakd mellé, csak hogy mégis hogy néz ki. Ha már retro, akkor legyen mondjuk ez. Hát a mintájában retro, nem? Na, szerintem ezek így tök jók. A terve az megrajzolása közben észrevettem, hogy azért nagyon sok mindent fogunk csinálni, főleg a festés, a tapétázás, és ennek a az időbeosztása szerintem nagyon kemény lesz. És még nem tudom, hogy fogjuk összehozni, mert szerintem szorít a határidő, de remélem, hogy valami reális megoldást találunk erre. Szányos disznó? Viszont a kockák azok jók. Jó lesz ez a lámpa is. Tényleg? Ez nagyon jó. Kicsit popátos, kicsit retros. Mondom, azért még nézünk körbe, de ez nekem tetszik. De mintha már én lettem volna itt. Ugyanígy. Igen, már jártunk ebben az üzletben egyébként máskor. Hát jó ez az üzlet. Ez jó lesz. Piros vagy fehér? Fehér. Miért? Azért, mert nem akarunk sok színt. Hát egy szín. Egy színnek ott lesz a polc. Az a lámpa szerinted? Jó, vigyük. Ah!
Alapvetően onnan jött az ötlet, hogy a 60-as, 70-es évek tárgyain keresztül mutassam be magát a korszakot, hogy tulajdonképpen mégis ilyen még nem volt. Ezek a tárgyak szinte a mai napig beszerezhetőek. Ott élnek közöttünk nagyszülőknél, vagy mindenféle internetes portálokon most már fenn vannak, vannak ilyen retro weboldalak. Amikor a könyvet írtam, akkor még létezett győri lemezárógyár, és a játékok zöme, az például ezek a lemezjátékok zöme, a lemezárógyár raktárából, akkor melyen kiselejtezett áruk voltak ezek, szinte az összes 50-es, 60-as, 70-es években készült játékot eredeti csomagolásban dobozva megvehettem. És én ott kaptam ihletet, igazság szerint, ez 1994-95 körül volt, hogy megszülessen egy ilyen könyv. Álmomban nem gondoltam volna, akkor még nem volt retro hullám, hogy ez valakit is érdekelne, és azt kell mondanom lassan 10 év távlatából, hogy jó döntés volt, mert 4 kiadást megélt ez a könyv, kicsit indukálta is ezt az úgynevezett ilyen retro hullámot, azt szokták róla mondani. Hamarosan kiderül, a három férfi keze által hogyan valósul meg a tulajdonosokkal elfogadtatott látványterv, illetve megtudhatjuk, hogy a munkálatok megfelelően az előre megtervezett ütemben haladnak-e. Megtudhattuk, hogy a lakástulajdonosok a designer csapattól egy modern, retro popártos lakást kértek. A látványterv elfogadtatása Szandrával és Gergővel simán ment. De vajon sikerül-e a srácoknak minden elképzelést időben teljesíteni? Hello, Jóska! Hosszú zúcsolat! Hello, sziasztok! Kötyös tapétához kötyös lámpát. Wow! Lámpa! Ja! Aha. Ott vagy benne sokszor. Ez inkább pop art már, mint retro, de... Na, és ez mi? Ez kicsit a dohányzóasztalt fogja helyettesíteni, kicsit pedig felület, hogyha kell. Na, ez baromi jó. Jó van. Tök jókat választottuk. Na, és akkor mi a következő? Hát, ahogy nézem, már kész vagytok így a tapétázással, úgyhogy... Festés? Piros, például. Hm? Na, de milyen piros egy? Hát tűz volt a piros. Hm? Látom, vannak képek, külön is tudunk keretet venni esetleg? Természetesen. Tudna nekünk mutatni, ilyen kisebbektől nagyobb a kép? Ez pont ilyen. Jó, de nem akarom kidobni a minden nem helyzet. Nem dobjunk ki. Csak a keretet visszük el. Ez nekem tetszik. De ne csak azt. Na jó, van, akkor legyen ez a kettő, és akkor rakhatunk bele üveget. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Minden jót, viszlát. És csak ott ezt.
Ez... Hát, méret a pont jó lenni. Jó napot kívánok! Tessék valamit! Képkeretre lenne szükség. Hát ez nagyon szép képkeretre van. Csak hogy mondjam, ez még 1800-as évekből való eredeti. Mennyiért adod? Egy tízesen lehet vinni. Mennyibe vinnék el az urat? 1500? Jó! A szívem, drága jó Isten! De azt mondom, hogy 4. Mi 4? Hát akkor 4000 forint. 2? Jó! 2500? Én 2005-é, uram, ha a világ marad, akkor se adom oda. Na jó, vigye. Na jó. Szerintem kellene ide egy nagy fekete felület. Az szerintem nagyon jól néz neki. És azon valami króntárgy, csak még... Hát lehet, hogy az óra. Valamilyen féle óra kellene rá. Hm? Alapból tartsuk még a fekete-fehéret, mint alapot, és akkor abban rakjunk ilyen kis színes foltokat. Szerintem ez így működni fog. Tehát, hogyha az egész tér fekete-fehér, és mondjuk van benne, mint ez a pipacspiros polcrendszer, akkor ilyen formán megoldhatjuk azt, hogy a nagyobb dolgok fekete-fehérek, és apró pici dolgokat rakunk bele, ami nagyon-nagyon színes. Számítógépnek egy rész, illetve rajzolni, vagy ilyen tanulni. Hát egy dolgozóasztal. Fölé viszont lehetne polcot mindenképp, mert van itt annyi kütyű, hogy valamivel föl kéne pakolni. Szín legyen a kanapé? Feketét egyszerű karban tartani. Szerinted mennyire működhet együtt a retro a pop arttal? Persze, abszolút működhet. A retro az egy tágabb kategória, alapvetően nagyon sok mindenre vonatkozik. Elmúlt korok divatjának a visszahozása bármi lehet. A 60-as évek és a párt azért is érdekes, mert hogy a pop art az egy elvileg képzőművészeti irányzat, tehát nem a dizájnra vonatkozik alapvetően, mégis abban az időben ez a kettő elkezdett közeledni egymáshoz. Ami máig tart egyébként. Andy Warholék, ők mindannyian általában alkalmazott művészként kezdték, tehát plakátokat terveztek, Andy Warhol például cipőreklámokat is nagyon, nagyon sikeres volt ebben.
És lényeg az, hogy ezt a formanyelvet, ezeket a technológiákat beépítették az ő magas művészeti, tehát képzőművészeti alkotásaikba. Az, hogy a pop art képek olyan szexik és olyan tetszetősek, az azért van, mert a dizájnnak és az iparművészetnek az eszközkészletét berakták a nagy képekbe, és az írtó erős hatással volt akkor a közönségre. Andy Warholnak kifejezetten egy ilyen törekvése volt, hogy a tömegeknek is a kezébe adni a képzőművészeti alkotásokat. És kifejezetten mondta is Andy Warhol, hogy ő azt szeretné, hogy minél több szitanyomat keletkezzen, hogy ne lehessen megkülönböztetni az ő műveit és bárki másnak a műveit. Amikor telefonon beszéltük, mondtátok, hogy átküldtök egy fotót erről a párról, és hogy abból kéne csinálni valamit, ami ebbe a lakásba illene, úgyhogy én à la Andy Warhol csináltam belőle egy ilyen, lehet, hogy Andy Warhol csinálta a képet. Fel van a hely. Egyenes. Egyenes? Aha. És jó? Jó lett? Nagyon jó. Valami találok, mint hogyha megértek volna, nem? Ó, tényleg. Hello. Na, sziasztok. Ez igen. Ez komoly nagyon. Ó, nézd, kis aranyos. Aha, itt vagyunk színesbe. Ez óra is szuper jó. Ugye a fekete-fehérre megcsináltás, és milyen nagy a tér. Gyertek be, jobb, akkor nézzetek körül. Vegyétek birtokba. Milyen jó váza. Jó, beszereztétek ezeket a kiegészítőket, nagyon passzol a igen. Színéhez, hogy ez is akkor... Próbáljuk szinte abszolút összehangolni. Mert úgy láttuk, hogy korábban eléggé kicsit... elég kusza volt itt minden. Furcsa volt. Próbáljátok ki, akkor nagyon jó. Meg milyen nagy a tér. Kényelmes. Milyen jó. Ha. Csak ezt ki is lehet húzni? Abszolút ágyasztható, ja, hozzád valami vendég hozzátok, akkor itt is tud aludni akár. Tudunk pihenni, de szuper. És hogy tetszik a tapéta? Hát, különleges, mit mondjak. Nem jó sok. Nem, tetszik. Azt mondtátok, fiatalos vidámot szeretnétek, ez fiatalos és vidám. Elég jó összehoztátok. Igen, jó a polc is, asztal. Meghagytátok a növényeket is. Hát, ha már kezdész vagy, akkor gondoltuk meg, hogy igen. Ez is jó lett, van tároló, meg minden. Készítettünk nektek egy olyan kis családi összeállítást ott a falon. Amit szintén tudtok bővíteni még. Aha. Igen, hát látom én is, hogy megszandoltadjuk retróba. Miniatűrbe. Ez egyszerűen nagyon aranyos volt itt. Mennyire passzol a keret, hallod, hogy így fehér, de mégis ilyen árnyékolva van. Ezt hogy csináltátok? Hát ez így le lett fújva, vagy ez egy különleges festék? Régi fajta keret, csak le van fújva. Picit ilyen antik hatása van. Nagyon bejön. Készültünk még egy meglepetéssel. Gyerekkorunk azt mondja, hogy egy kedvenc játék, a gazdálkodj okosa. Úgyhogy azt javaslom, játszunk egyet, pedig már kb. 20 éve nem játszottam ilyet, úgyhogy gondoljátok. Hát jó, benne vagytok? Persze. Aha. Okay.